Kérdés. Kérdés nem ad. Vélemények. Közgyűlés a Tolna vármegyei önkormányzaton. Ez a jelenlegi ciklusban az utolsó ilyen alkalom, októbertől más összetételű új testület alakul. Fehérvári Tamás elnök felszólalásában megköszönte a képviselők és a hivatali dolgozók munkáját, valamint értékelte az elmúlt időszakot. Két ciklusban voltam ennek a testületnek a vezetője, mind a két ciklus csont nélkül, hiba nélkül lezajlott, és a mai ülésen is ennek a lényegében zárszavát fogalmaztuk meg. Én azt gondolom, hogy sikeresek voltunk. Nem mi, nem Tolna megyei közgyűlés, nem én, mint a közgyűlésnek az elnöke, hanem maga a tevékenységünk minősíthető szerintem sikeresnek. Az elnök úgy látja, az önkormányzat a települések aktív részvételével jó eredményeket tudott elérni a terület és településfejlesztési operatív program kapcsán. 27,5 milliárd forintnyi támogatási összeget sikerült feltornászniuk 44 milliárd forintra. Ez önmagáért beszél, számos település szabad szemmel jól látható fejlődésen ment keresztül, élhetőbbek a településeink, aktívabbak a települési közösségek, és azt gondolom, hogy ezen a téren sikereket értünk el. Az elnök kiemelte azt is, hogy a Tolna megyei értékek napja iránt nagy mértékben nőtt az érdeklődés az elmúlt években. Fontos feladata volt az önkormányzatnak, hogy megpróbálja a településeket egy közösségé szervezni. Az utolsó közgyűlésen a képviselők négy napi rendi pont során kisebb költségvetés módosításról is tárgyaltak. Jól működik a rendszerünk, precízen könyveljük a dolgokat, megpróbálunk minden fontos és kötelező feladatot finanszírozni. Én szerintem a költségvetéssel nem volt semmi olyan jellegű probléma, ami minden közülésre behozzuk a költségvetést, mert mindig van módosításra lehetőség, és mindig is szükséges, mert a költségvetés azért költségvetés, hogy néha módosítsuk, hogy adjunk hozzá, vegyünk el bizonyos területekről, hogy a végösszeg azért kijöjjön, most is ezt tettük. Fehérvári Tamás elmondta azt is, hogy sok olyan tervük volt, ami végül nem valósult meg, de ezeket a következő testület be tudja pótolni.